Sokat beszéltünk már a mai napon arról, hogy kik közreműködtek abban, hogy ez a rendezvény létrejöhetett a Magyar Kézilabda Szövetség részéről. Viszont sokszor, akik a legkevésbé hangosak, ők végzik az egyik leghasznosabb munkát. Tokács Anikót gondolom a helyiek mindannyian ismerik, viszont akik nézik az élő közvetítést, kevésbé. Mezőt úrom, mondhatom azt, hogy a szíve lelke vagy itt az utánpótlás kézilabda életnek, vagy így ezeknek a rendezvényeknek a koordinálásának, így jól fogalmazok? Hát igen, próbálkozunk, de hát nem csak én, hanem nagyon sokan vagyunk. Van egy diáksportszövetségünk, vagy egy diáksportegyesületünk, velük végezzük a diákolimpiai rendezvényeket, de hát utánpótlás szinten én inkább a kézilabdába. De rajtam kívül vannak még kollégák, akik nagyon sokat segítenek. És hát eredményes munkát is végeztek, hiszen a Suli Kézi Fesztivál egy része annak a sok-sok eseménynek, amikor vendégül láthatjátok az utánpótlás színejavát itt Mezőtúron. Milyen jellegű rendezvényeitek voltak az elmúlt időszakban? Hát az elmúlt időszakban nagyon sok rendezvényünk van a Magyar Diáksport Szövetségnek, ez megyei döntő, országos döntő, de májusban volt a Kézilabda Szövetségnek, és szerveztük az U13-as és U14-es országos döntőjét a gyerekbajnokságban. Ilyenkor, amikor egy rendezvény a vége felé közeledik, és körbenézünk, most már nincsenek is annyian ellátón, mint délelőtt voltak, amikor teljes teltház volt. Most már egy kicsit a csapatok is fáradnak, egy ilyenkor lehet egy mérleget vonni, és ilyenkor elégedettség tölti el a szívedet, vagy ilyenkor az van inkább benned, hogy ha jönnek bárki is, legyen az kézilabda, vagy bármilyen diáksportrendezvény, hogy akkor mit lehetne jobban? Hát mind a kettő. Nagyon örülünk, hogyha jól sikerül egy rendezvény, de mindig árgus szemekkel figyeljük, hogy hol van a hiba, és legközelebb inkább még javítani, de reméljük egyre kevesebb az ilyen pont. Ez a mai az, hogy ha mosolyogsz és a mosoly az arcodon, akkor gondolom azt jelzi, hogy akkor ez a mai nagyon-nagyon rendben volt. Illetve van, mert hogy még tart. Reméljük a csapatok is így gondolják, mi megtettünk, amit tőlünk telhető. Anikó, nagyon szépen köszönöm. A hajrájához közeledik tehát a Suli Kézi Fesztivál 2017. évi 4. játéknapja. Az utolsó mérkőzéseket is nézzétek, tartsatok velünk itt a helyszínen, illetve az internetes közvetítésben is.